Nekem az első szülésem az 2020. március harmadikán volt, ez volt a kiírásomnak is a napja. Ez egy nagyon-nagyon természetes szülésnek indult. Úgy gondoltam, hogy én felkészült vagyok ebben a témában. Egyébként tök tudatosan választottam dokit is, kórházat is, tehát a környékünkön az volt az olyan kórház, ahol azt mondták, hogy a leginkább támogatják a természetes szülést. És ö, a terhességem is teljesen problémamentes volt. Az elején volt csak annyi, hogy a ö, mészájam felé közelített a mélepényem, de egyébként egy teljesen kiegyensúlyozott várandóságom volt. A kiírásomnak a napján ö, elmentünk ugye a kórházba egy CTG-re, ahol a, a doktorom igaz nem mondta ki, de lehetett látni, hogy a babámnak a nyaka körül volt kétszer tekeredve a, a köldögzsinór, és félrehívott engem, és elhagyta a száját ez a mondat, hogy ha innen elmegyünk, akkor nem tudja garantálni azt, hogy a, ha otthon beindul a szülésem, mire beírünk a gyerekem életben fog maradni. Én próbáltam őt kérdezgetni, hogy akkor most császármetszés lesz, vagy természetes szülés, vagy mi lesz az egésznek a módja, és tulajdonképpen nekem ő, ő semmit sem mondott, tehát ott hagyott engem kétségek között. Azóta sem értem, hogy miért nem tudta kimondani azt, hogy most beindítjuk a szülést, vagy, vagy rögtön megyünk a műtőbe, vagy bármi, Végül én úgy mentem fel a szülőszobára, hogy azt hittem, hogy engem rögtön fognak tolni a műtőbe. És amikor elkezdődtek a vizsgálatok, akkor tudatosult bennem az, hogy mi most ugye megpróbáljuk a, a természetes szülést. Na most ez úgy nézett ki, hogy ö, mészáj tágítással kezdődött, ugye újjal. Ö, ezt akkor én nem tudtam, de utólag tudatosult bennem, amikor iszonyatos fájdalmaim voltak közben. Ezután, mivel nem nagyon akar történni semmi, és alig éreztem fájásokat, kaptam oxitocint, azt hiszem először oxitocint, de brutális fájásaim lettek tőle, és mivel még akkor sem tágultam úgy, ahogy kellett volna, akkor kaptam burokrepesztést, hát ez sem volt egy kellemes dolog a fájások közepette, és mivel mi mindig nem hatott úgy a dolog, ahogy kellett volna, ezért rögtön a duplájára emelték az oxitocint. Akkor már olyan fájásaim voltak, hogy végül a gáz mellett döntöttem, de akkor már igazából így nem voltam magamnál tulajdonképpen. Tehát igen, nem volt jó és euh, akkor már a babámnak a szívhangja is elkezdett lemenni, úgyhogy euh, bejött a főorvos úr, rám nézett, és annyit mondott, hogy anyuka, semmi baj nincsen, de toljuk a műtőbe. Hát a lényeg, hogy a, a műtőben sem bántak velem tulajdonképpen emberként, mert arról beszéltek, hogy milyen jó film a könyvelő, hogy ezt mindenképpen nézzék majd meg, felkerültek más filmek is így szóba. Szóval tulajdonképpen egy mozi estet tartottak így körülöttem. A babámat nem láthattam rögtön, tehát az nekem nagyon hiányzott, hogy amikor kiemelték a hasamból, akkor, akkor nem láthattam őt, hogy ő, ő hogy nézett ki. De legalább az arcomhoz rakták, és utána az apukájához kerülhetett. Viszont utána, amikor engem áttörtek az őrzőbe, akkor 19 órán keresztül szeparálták tőlem, vagyis én ezt így mondom, hogy 19 órán keresztül szeparálták, mert láthattam maximum egy órára összesen, de addig nem is szoptattam őt, mert sokszor kértem segítséget, hogy segítsenek, mert hát fájdalmaim voltak, és nem tudtam őt, hogy szoptatni, és, és mindig elutasítottak, hogy most fürdették, most majd a másik jön be, majd akkor segít nekem, stb. stb. A, egyébként sok megszégyenítést is kaptam a, az orvosoktól, és nem is az orvosoktól, hanem a, a nővérektől. Ö, nem vettek minket ember számba, kifiguráztak minket. Ö, hál' Istennek ez viszont már a csecsemés osztályon nem volt megfigyelhető, ott már ö, kedvesek voltak, és ö, ott már ezért jobban biztonságban éreztem magam. De az első este például pánikrohamom lett az egész. Ö, mindentől, ami történt velem, és kellett idő ahhoz, hogy én fel tudjam ezt dolgozni, és egy terapeuta is segített az egészben. Ez a kórház egyébként már az bezárt, tulajdonképpen összevonták egy, egy másik kórházzal, és ez az orvos, akinél én szültem, őt, őt nagyon, nagyon jó orvosnak tartja sok mindenki, viszont, viszont egyre több mindenkinek van ilyen, ilyen élménye vele. Szóval utána eldöntöttük, hogy elkezdhet ugye a második babánk. Már úgy gondoltam, hogy felkészültem rá, lelkileg elengedtem az első szülés élményem, bár azért még kicsit talán nehéz beszélnem róla, de, de a fejemben már helyre raktam azért a dolgokat, és megérkezett hozzánk Sebő a pocakomba, Ö, akivel viszont nem volt egy ö, ilyen nagyon felhőtlen várandóságom, mert a hetedik héten majdnem elveszítettük őt. Egy ö, óriási hematóma keletkezett a, a méhemben mellette, még friss volt. Ö, nagyon sokat feküdtem, ugye, hát tulajdonképpen végig az első két hétben, és csodák csodájára ehhez fel is szívódott. Szóval sebb maradt, és, és nagyon boldogok voltunk. Utána még annyi probléma volt a terhességem során, hogy újra a mészájam közelében volt a mélepény, de nem fette, úgyhogy még hogyha kimeltem is magam, de gyönyörű várandóságom volt, végig felhőtlen volt tényleg az egész. Viszont az első szörés élményemből tanulva eldöntöttem, hogy még jobban óvatosabb leszek, amennyire csak lehet. És körüljártam az egész vibek témát, Dulát fogadtam, aki végig ott volt mellettem, nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki. Végül talán úgy a harmadik hónap környékén öm, választottam magamnak orvost, hogy öm, hogy biztonságban érezhessem ö, magam. Ez a megyénkben az egyik leghírhettebb öm, császár utáni Hüvei Szüléspárti Kórház, és a legtermészetes Szüléspárti Kórház. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy itt most már tényleg biztonságban leszek, de azért igyekeztem kiállni a jogaimért. Nekem mészályvizsgálat, vagy hüvelyvizsgálat egészen a szülés napjáig nem történt, onnantól kezdve, hogy a babám már biztonságban volt, ugye, és, és nem volt szükség már hüvelyi ultrahangra. Onnantól kezdve senki nem nyúlt hozzám. Sikerült mindent megbeszélni az orvosommal, tisztában volt azzal, hogy nekem mennyire rossz volt az első szülésem, hogy milyen orvosok vettek körül engem, és tulajdonképpen fel volt háborodva, hogy hogy lehet, hogy neki még ilyen kollégái vannak, akik ilyet mondanak, hogy egy. Kétszer rátekeredett, köldögzsinór miatt meghalhat a babám. Tehát, hogy ő ettől el volt képedve, és érezte, hogy azért nem százszerzalékosan bízom meg benne, mert ezt már megtanultam, ugye, hogy egy kicsit azért még ott kell hagyni a kérdőjelet és ezért mindig elmondta nekem, hogy de benne bízzak, felejtsem el az első szülés élményem, azon leszünk, hogy ez sikerüljön. És ez akkora támogatást adott nekem, mert azért elég őszintének tűnt, hogy, hogy úgy hittem ebben az egészben. Szeptember 12-én született a második gyermekem, előtte úgy egy héttel már elkezdtek jönni a fájások. Hihetetlen volt megtapasztalni azt, hogy, hogy milyen egy fájás. Tehát, ugye először én teljesen mesterséges fájásokat tapasztaltam, be sem indult volna magától a szülésem, még akkor. És most csak jöttek, átlélegeztem az összeset. Én egyszerűen örültem annak, hogy fájásaim vannak. És szeptember 12-én már nagyon erős fájásokra keltem amik már nem is maradtak abba. Viszont akkor meg már enestére is mentünk, úgyhogy elindultunk a kórházba, és mintha már ott elkezdtek volna leállni az zenesté környékén, de aztán amikor felkötöttek engem, ugye így, monitorozni, akkor már szépen elindultak. És amikor a dokim meglátta a papírt, akkor közölte velem, hogy most már én nem menjek innen haza, hanem inkább felvesznek szülőszobára, mert mert most már itt az idő. Amikor megláttam a szülőszobát, nekem már az is tök érdekes volt, hogy nagyon halvány fények voltak. Nem biztos, hogy egy, egy ilyen magánszülőszobai látvány fogadott, tehát nyilván ez egy állami intézmény volt de de mégis olyan kellemes volt a közeg, hogy már az is pozitívan hatott rám. Utána ott volt a, a szülésznőm is velünk, viszont érezte, hogy mi a párommal annyira egy egységet alkotunk, hogy gyakran csak benézett, megnézte, hogy hogy vagyunk, meghallgatta, hogy vajon hogy állunk, és utána ki is ment. Tehát nekem egy abszolút háborítatlan vajúdásban volt részem, nem is gondoltam volna, hogy ezt intézményi keretek között ezt így lehet. Lágy fények voltak, lágy zene, bekapcsoltunk magunknak ugye zenét, és ö, ringatóztam a labdán, kapaszkodtam a bordás falba, csak jöttek a fájások, lélegeztem őket, sóhajtoztam, és én mosolyogtam közben tényleg, hogy, hogy érezhetem ezt az egészet, hogy milyen szülni és körülbelül egy olyan három óra alatt, négy és fél újnyira én kitágultam, tehát majdnem meg volt a teljes tágulás, amikor CT-kérettettek engem, és elkezdett a babám szívhangja leesni, illetve volt egy akkor már fájdalmasabb mészájvizsgálatom, amikor kiderült, hogy a babám homloktartással szeretne megszületni, Úgyhogy azt az utat választottam magának, hogy végül újra császármetszéssel, ö, hasi szüléssel szülessem meg. Ö, ott voltak félelmeim, hogy, hogy, ö, hogy csak toljanak már be a műtőbe, hogy egészséges legyen, és hogy minden rendben legyen vele. Ö, illetve mivel már sokkal-sokkal felkészültebb voltam, azért jobban tartottam a második császármetszéstől, mert tudom, hogy mi történhet. A sorsfintora, hogy az orvosom, aki az első szülésemnél volt, időközben átkerült ebbe a kórházba, ahol másodjára szültem, és ő volt a második orvos a szülésem közben. Szóval ő is ott volt újra, viszont őt azóta próbálják teljesen átformálni, <laughs> hogy egy kicsit másabban álljon a, a nőkhöz és egy filmnek a történetét sem kellett végighallgatnom. Nem volt mozi a fejem körül, mindenki rám figyelt, és egy ember voltam az asztalon, nem pedig csak egy test. És amikor megszületett a babám, akkor nem úgy éreztem, hogy őt kivették a hasamból. hanem úgy éreztem, hogy én megszültem, hogy ez sikerült. És, és az őrzőben is csak mosolyogtam, hogy, hogy megcsináltam igazából. És abból derült ki számomra, hogy, hogy tényleg nem az a lényeges, hogy, hogy, mi lesz a szülésnek a vége, hanem hogy milyen lehetőségeket adnak nekünk, hogy hogy bánnak velünk, hogy mennyire, mennyire tudnak emberként tekinteni ránk. És, és, ez sikerült. És, és utána nem szeporálták a babámat. Segítettek rátenni cicire, rögtön, és ott volt velem, végig. Egy pillanatra nem vitték el tőlem. Meg lehetett oldani úgy is a császármetszés utáni őrzőben levést, hogy a babám ott van, és tényleg figyelnek mindkettőnkre. Egyedül akkor vették csak el tőlem, amikor ugye fel kellett állni, mert az első felállás az nem egy olyan kellemes dolog, de akkor is csak mellém rakták. És uh, így kerültünk át együtt a, a szobába, ahol uh, szintén mindenki nagyon kedves volt velem. és uh, Egyébként ezután a felépülés, az már sokkal nehezebb volt, és mondjuk még az első traumatikus császármetszésem után egy nagyon felhőtlen gyermekágyam volt. Most adottak kisebb komplikációk, de akkor is bizalommal fordulhattam az orvosom felé, és még a mai napig bármikor hívhatom őt, és, és tulajdonképpen mindenben segít nekem. Úgyhogy így lehet egy császármetszés pozitív történet is, akkor, hogyha emberszámba vesznek téged, és, és figyelnek rád.